küszöbön álló április 8-ai anyaországi parlamenti választásnak stratégiai jelentősége van. Földnapi munkaakciót tartanak a tóparton. Holnap egy gyenge hideg fronthoz kisebb lehűlést. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök április 4-ei híradónkat látják. A küszöbön álló április 8-ai anyaországi parlamenti választásról tartottak lakossági fórumot Bács-Fekete-hegyen. A zsúfolásig megtelt kultúrotthonban, a választásokról, illetve azok tétjével kapcsolatban Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági Európa parlamenti képviselője kiemelte, hogy az egybegyűltek most nem lennének ott, ha 2010-ben a határon túli magyarok nem kaptak volna szavazati jogot. Akkor kezdte meg a Fidesz-KDNP az új típusú nemzetpolitikai építkezést. Az anyaország gazdasági felépülése pedig lehetővé tette, hogy a határon túli közösségeket ne csak erkölcsi, de anyagi támogatásban is részesíthessék. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke a szavazás technikai részleteire is kitért. Kitért az oktatás témakörére is, megemlítve, hogy az Európa Kollégium, valamint az MNT ösztöndíj programja anyaországi támogatásból valósulhat meg. Az anyasági és a fiatalok életkezdési támogatására is kitért, ami újdonságnak számít, és a jövőben a kettős állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarok is élvezhetik előnyeit. A 2017. július 1-e után született határon túli csecsemők is jogosultak az egyszeri anyasági támogatásra, illetve a babakötvény is jár nekik. Kiemelte azt is, hogy a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak köszönhetően eddig már 373 fiatal vajdasági magyar család kapott házvásárlási támogatást. A jövőben pedig, amennyiben az aktuális anyaországi hatalmi koalíció ismét bizalmat kap, a vajdasági magyarok sportstratégia keretében, valamint a turizmus fejlesztésére is újabb támogatásokra számíthatnak. Fremond Árpád, a VMS parlamenti képviselője elmondta, hogy a szavazásnak hatalmas a tétje. Utoljára a rendszerváltás idején, 1990-ben volt ilyen stratégiai jelentősége a voksolásnak. A legnagyobb tét most az, hogy Magyarország ne legyen bevándorló ország. A jövőbeni nemzeti kormánnyal tovább erősödhet a vajdasági magyarok helyzete. Fremond azt is kiemelte, hogy a VMS itt a vajdaságban egy tisztességes kampányt folytatott stratégiai partnere, a Fidesz mellett. Az eseményen a nagyszámú polgár mellett jelen volt Juhász Attila államtitkár, Kislinder Gábor, Nagy Ottó, Szügyi István, Kerekes Zoltán, valamint a VMS több magasrangú képviselője. Sajtótájékoztatót tartott Fremond Árpád, a VMS községi szervezetének az elnöke. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a sajtóképviselőt a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya községi szervezetének sajtótájékoztatóján. A fő témák, amelyekről beszélni szeretnék, azok az előttünk álló projektumok, hogy a közbeszerzések kiírása, amelyek nagyon-nagyon fontosak az önkormányzat számára, és amelyet támogat a Vajdasági Magyar Szövetség. Beszélni szeretnék az ifjúsági fórumunkról, hiszen meg újjá alakult, illetve tisztújításra került sor az ifjúsági fórumon belül. Itt Topolya községben erről szeretnék néhány mondatot mondani, és a végén mindenképp szeretnék még néhány szót szólni a magyarországi választásokról és azok fontosságáról, hiszen ha úgy tetszik, akkor még esetleg a mai nap, esetleg holnapi nap tudjuk átvenni a leveleket, mert postán már, hogyha most adják fel a polgárok, akkor nem fog feljutni nagy valószínűséggel a megfelelő helyre. Tehát én a korábbi sajtótájékoztatókon beszéltem arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya községi szervezete számára ebben a mandátumban kiemelten fontos az, hogy Topolya, mint város fejlődjön, és stratégiai fontos számunkra az, hogy ez a legnagyobb projektumainkat, illetve a legtöbb fejlesztést itt a városban valósítsuk meg, mert egy fejlődő város mellett akkor azt tudjuk mondani, a vidék is megfelelően tud fejlődni. Úgyhogy a 2018-as év az nem lesz egyszerű a számunkra, illetve az önkormányzat számára, azért, mert a legnagyobb projektumainkat el kell kezdenünk ahhoz, hogy a 2020-as vagy 2020-ig, a mandátum végéig befejezzük a legnagyobb projektumainkat, illetve hogy teljesítsük a választási ígéreteinket. Azt kell, hogy mondjam, hogy Kislinder Gábor polgármester munkájával maximálisan elégedettek vagyunk. Nem csak az ő munkájával, hanem az egész csapatéval, tanástagokéval, illetve az intézmények, közvállalatok vezetőinek a munkájával is.
Közösen dolgoznak ők az ügyeinknek a megvalósításán, a projektek megvalósításán, és ehhez csatlakoznak még a helyi közösségek vezetői is, akikkel így közösen oldjuk meg a feladatokat. És hogy engedjék meg most, hogy a projektekről beszéljek, azokról a számunkra nagyon-nagyon fontos projektumokról, amelyek fontosak lesznek, illetve amelyek elengedhetetlenek azok ahhoz, hogy teljesítsük a választási ígéreteinket a mandátum végéig. És ezek a projektumok egyébként április, illetve május folyamán kerülnek közbeszerzések írásra, és nagyon-nagyon fontosak a számunkra. Az első ilyen projektum a hotelnak a projektuma. A hotelnak a projektuma teljes egészében elkészült. Úgy képzeltük el, hogy a hotelnak lesz egy része, ahol ugye szállást fogunk tudni biztosítani, valamint a művelődési házat, mint intézményt mindenképpen átvinnénk ebbe az épületbe, illetve a KKT termét is meg tudnánk csinálni itt. Végre a községnek lenne egy olyan képviselői testületi terme, valamint a polgármesteri hivatalt is akár átrendezhetnénk ide, valamint különböző üzlethelyiségeket tudnánk létrehozni. A projektum teljes egészében elkészült, és ennek a kiírása április folyamán, tehát több fázisra kell lebontani az egészet, és ennek a kiírása az első fázisnak, ami egy bontási fázis lesz, hiszen illegálisan épült föl egy negyedik szint. Ennek a lebontását fogjuk elkezdeni, ennek az értéke 6 millió dinár, és ezt áprilisban fogjuk kiírni, utána bízom abban, hogy a nyáron már nyár elején megkezdődnek a munkálatok. Ezt követően párhuzamosan ezzel kiírjuk a tető szerkezetnek a felépítésére a pályázatot. Ez 15 millió dinár értékben fog megtörténni, és az a célunk, hogy 2018 végéig tető alá tegyük ezt az egész épületet, és utána nem titok, az, hogy az év folyamán pályázni fogunk a teljes épületnek a felépítésére, és itt számítunk arra is, hogy akár anyaországi támogatást is fogunk kapni ennek a projektumnak a megvalósítására. Úgyhogy bízunk abban, hogy 2020 elejéig valamikor teljes egészében a központot rendezni tudjuk, de az biztos, hogy 2018 végére szeretnénk azt, hogy a központ kívülről, tehát maga az épület, tető és egyéb más kívülről gyakorlatilag úgy nézzen ki, ahogy egy központnak ki kellene, hogy nézzen. Ami nagyon-nagyon fontos még, hogy a következő óriási projektunk az nem más, mint a Vénusznak a projektje. A Vénuszra 150 millió dinár van most az idei évi költségvetésbe előlátva, de az összprojektum az olyan 300-350 millió dinárt fog kitenni, és a tervünk az, hogy május folyamán lesz kiírva a közbeszerzés az egész projektumnak a kivitelezésére. Ezt nekünk meg kell most tennünk, hogyha 2020-ig szeretnénk azt, hogy befejezzük az egész projektumot. Ez egy nagyon-nagyon fontos projektum a számunkra, mert ez egyik legfőbb választási ígéretünk, a bontás sikerült, a fúrás az folyamatban van, és én bízom abban, hogy néhány héten belül teljes egészében, valamikor ugye április folyamán teljes egészében be fog fejeződni. A lényeg az, hogy a projektumot el kell kezdeni, ki kell írni, és találni kell egy olyan kivitelezőt, aki ezt 2020 elejéig valamikor be tudja majd fejezni. Nagyon fontos továbbá számunkra az ipari parkban egy fejlesztés. Az ipari park ugye 50 millió dinárt nyert a nagyberuházási alapnál, a tartományi nagyberuházási alapnál, és ott ugye infrastruktúrális belső úthálózati fejlesztése fog sor kerülni. Ennek a pályázatnak a kiírása, ennek a közbeszerzésnek a kiírása is szintén áprilisra várható. Ami még fontos, az, hogy felújítjuk a Topolyán a könyvtár mögötti parkolót. Ennek a közbeszerzése gyakorlatilag most zárult le, és ez 2 millió dinár értékben itt a parkoló, itt a könyvtár mögött teljes egészében fel lesz újítva, és itt a munkálatok megkezdése az nagyon-nagyon hamar várható. Ami még nagyon fontos és ami pozitív, az, hogy még egy nagy projektumon sikerült nyerni az önkormányzatnak, mégpedig egy IPA projektumról van szó. Itt az IPA projektumon keresztül 28 millió dinár értékben kaptunk támogatást, mégpedig infrastruktúrális is, illetve egy kempingnek a kialakítására a tó körül, nagyon fontos számunkra a tó turisztikai szempontból, és itt is a tervünk az, hogy április végén megkezdődjön a közbeszerzés, és utána valamikor ugye az év folyamán ezek a munkálatok be is fejeződjenek. Úgyhogy ezek a projektumok is arra mutatnak rá, hogy mennyire fontos az, hogy az önkormányzat csapatként működjön együtt, illetve rámutat arra is,
hogy az önkormányzat keményen dolgozik a különböző ígéreteknek a megvalósításánál, és örülünk annak, hogy Kislinder Gábor rengeteg energiát fektet ezeknek a projektumoknak a megvalósítására. És hogyha már itt a polgármesternél járok, Kislinder Gábornál, akkor reagálni szeretnék azokra a támadásokra, amelyek őt érik folyamatosan. Arról van szó, hogy a korrupcióellenes ügynökség kéri az ő leváltását, ugyanis a korrupció ügynökség állítása szerint Kislinder Gábor az a Kék Duna alapítványnak egy alapítója, illetve elnökségi tagja volt, és 200 000 dinárral, mint polgármester 2015-ben támogatta ezt a szervezetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy visszautasítjuk ezeket a vádakat. Kislinder Gábor természetesen fellebbezett a korrupciós ügynökség határozata ellen, ugyanis ő 2014. júniusában mindenféle funkcióról lemondott, ami ezt az alapítványt illeti, és ilyen szempontban 2015-ben nem kellene, hogy bármilyen probléma legyen az, hogy ő a tolerancia tábort, mint polgármester már, aki nem volt tagja gyakorlatilag annak a szervezetnek, támogatni tudta. Úgyhogy mi maximálisan állunk, tehát a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya Községi Szervezete maximálisan kiáll Kislinder Gábor mellett, mint polgármester mellett. Abszolút nem gondolkozunk azon, hogy leváltsuk őt, hanem támogatni szeretnénk őt a munkájában az elkövetkezendő időszakban is. Úgy gondoljuk, hogy jó végzi a munkáját, tisztességesen végzi a munkáját, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük őt a mandátum végéig mindabban, amit tett. Úgyhogy visszautasítjuk ezeket a vádakat, megszoktuk ezeket a támadásokat, hiszen volt rá korábban is példa. A lényeg az az, hogy dolgozunk tovább, megyünk tovább, és meg fogjuk valósítani az ígéreteinket, ez a legfontosabb. Amit a VMS ifjúsági fórumát illeti, örömmel jelentettem be azt, hogy megújult, teljes egészében megújult a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya Községi ifjúsági szervezete, ifjúsági fóruma, ami minket illet, az új elnök az Lovra Balázs lett. Lovra Balázs Topolyán született 1990-ben, ő egyébként az idegenforgalmi szervezetben dolgozik, főiskolát fejezett, idegenforgalmi menedzser. A közéletben ő egy ismert személy itt Topolyán, hiszen az Origo civil szervezetnek is alapítója, és számos olyan rendezvényt szervezett már, amely a fiatalok számára volt jó, úgyhogy bízunk abban, hogy méltóan tudja majd képviselni a fiatalokat, nem csak a Vajdasági Magyar Szövetség keretein belül, hanem gyakorlatilag a község fiataljainak az érdekeit is tudja képviselni. Számunkra nagyon-nagyon fontosak a fiatalok, fontos az, hogy a munkánkban minél több fiatal bekapcsolódjon, mert csak is így tudunk közösen előre haladni. Egyébként az elnökség tagjai még Vadóc Boglárka Bácskosútfalváról, Csányi Szabrina Pacsérról, Nagy Norbert Zenta Gunarassól, Kovács Viktor Gunarassól és Süli Szabolcs Topolyáról, úgyhogy ők azok a fiatalok, akik most tisztséget vállaltak, és bízunk benne, hogy sikeresen fogják végezni a munkájukat. Tehát a döntéshozatalban mindenképp be akarjuk őket hozni, és számítunk rájuk az elkövetkezendő időszakban. És végezetül engedjék meg, hogy néhány mondatot mondjak a magyarországi választások fontosságáról is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan fordultak hozzánk a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistáihoz, illetve a VMS irodához, hogy segítsünk a választásokban, illetve hogy ne hibásan töltsék ki a szavazólapokat a polgárok. Nem abban segítettünk, hogy ki hogy szavazzon, hanem abban segítettünk, hogy nehogy hiba legyen a szavazás alkalmával, amikor a lapokat, az űrlapokat kell kitölteni. És azt szeretném mondani mindenki számára, hogy aki még nem tette meg és nem szavazott, azt tegye meg. Viszont, hogyha postán adják fel a választópolgárok a leveleket, akkor az már nem biztos, hogy oda fog időre érni, hiszen itt vannak az ünnepek, és vagy eljut Budapestre, vagy nem, ezért arra szeretnénk felhívni mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, akkor bizalommal forduljanak továbbra is hozzánk, és mi el fogjuk ezeket a leveleket juttatni Szabadkára konzulátusra időben. Úgyhogy a mai nap folyamán arra kérek mindenkit, hogy tegyen meg mindent, és szavazzon, hogyha ezt eddig nem tette meg. Nagyon fontos a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy az elkövetkező időszakban is egy olyan jó együttműködésre legyen a Fidesszel, mint ahogy az volt az elmúlt időszakban, hiszen számos olyan projektumban tudtunk részt venni, és számos olyan ügyet tudunk közösen képviselni, ami nagyon-nagyon fontos mindannyiunk megmaradása szempontjából is.
Itt a Léta Tét címmel lakossági fórumot tartott a Vajdasági Magyar Szövetség Topolyán. A rendezvényen, mely az anyaországi országgyűlési választások fontosságára hívta fel a figyelmet, jelen volt Tomik Nimród, a VMS topolyai helyi szervezetének elnöke is. Úgy gondolom, hogy minden vajdasági magyar, aki rendelkezik kettős állampolgársággal, ki kell, hogy menjen és szavazzon április 8-án. Úgy gondolom, hogy az egész vajdasági magyarságnak és határlantúli magyarságnak sem mindegy, hogy továbbra is nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon jó az együttműködés Magyarország és Szerbia között a legfelsőbb szinten is, és a Vajdasági Magyar Szövetség pedig mint egy kapocs működik a két ország között. Úgy gondolom, hogy ezt az eddig is jó kapcsolat tovább lehet fejleszteni, és viszont ehhez az kell, hogy április 8-án minél többen kimenjünk szavazni. Minden egyes szavazat számít, és remélem, hogy a vajdasági magyarok, akik feliratkoztak a választói névjegyzékbe, minél nagyobb százalékban ki tudnak menni szavazni, és ki fognak menni szavazni, és ha már kimennek szavazni, akkor a Fidesz-KDNP listájára fogják leadni a voksukat. Paskó Csaba kelebiai plébános előadásában, melyet prezentációval kísért, a keresztény értékek és a család fontosságát emelte ki, mert az erős és népes családok lehetnek a magyar nép jövője. Kálló Béla színművész beszédében összehasonlította a korábbi baloldali magyar kormányok és a Fidesz-KDNP alkotta kormány számokban is kimutatható teljesítményét és eredményeit. Ezzel is próbálta érzékeltetni, hogy a jelenlegi magyar kormány mennyire eredményes volt kormányzati időszakában. Az április 8-ai választásokra készülünk, és ennek előhangjaként tulajdonképpen nevezhetjük így egy kicsit kampány része, ami itt létünk Topolyán. Arról szeretnénk beszélni a civil szférából. Jó magam is a civil szférából jövök, ugye. Alkotóként, színészként dolgozom egyébként. Arról szeretnék beszélni, hogy nekem miért fontos ez a választás, és hogy én miért megyek ki ezekre a választásokra, és hogy miért szeretném leadni a voksomat április 8-án. Annak a felelősségéről szeretnék beszélni, hogy magyar állampolgárként végre lehetőségem van ismét az ország sorsáról dönteni. Trianon után el kellett, hogy múljon 100 év, amikor ismét lehetőségem van az ország dolgainak beleszólásába, és mindenképpen szeretnék élni ezzel a jogommal és a szavazatommal hozzájárulni ehhez. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, a közművelődés oldaláról is érintette a témát, melyben az elmúlt 8 év alatt a Fidesz-KDNP kormányzat idején pozitív változások történtek. Ennek a kormánynak köszönhetően van összetartás az egész Kárpát-medencében és a diaszpórában is. Mindhárman kitértek arra, hogy a vajdasági magyaroknak is, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, nem csak joguk, de kötelességük is szavazni az április 8-ai anyaországi országgyűlési választásokon. Az elmúlt időszakban a jelenlegi magyar kormány sokat tett a vajdaságért, az itt élő magyarságért, de ahhoz, hogy a jövőben is megmaradjon ez az együttműködés, a vajdasági magyaroknak is a Fidesz-KDNP koalíciót kell támogatniuk szavazatukkal. A lakossági fórum végén elhangzott, hogy ha valaki nem boldogul a levélben kapott dokumentumok kitöltésével, rendszerezésével, akkor bátran kérjen segítséget az aktivistáktól, hiszen fontos, hogy érvényes szavazatot tudjanak leadni. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület több év kihagyás után ismét meghirdeti természetismereti, rajz és irodalmi pályázatát a Föld napja alkalmából általános iskolások számára. Idei pályázatok központi témája az erdei fülesbagoly és az erdei fülesbagoly telelőhelyek. A rajzpályázaton az általános iskolák alsó osztályos tanulói, az irodalmi pályázaton pedig a felsősök vehetnek részt. A pályázók mindkét műfaj esetében önállóan is pályázhatnak, oktatási intézménytől függetlenül. A művekpostára adási határideje április 5-e csütörtök. A rajzpályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást szerveznek majd a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében, melyet április 23-án 18 órakor nyitnak meg. Ekkor kerül sor az ünnepélyes díjkiosztóra is, melyen az irodalmi pályázat díjazottai felolvashatják majd műveiket. A pályázás általános feltételeiről és a pályázatok beküldésének módjáról bővebben az Arkusz honlapján olvashatnak. www.arkusz.org.rs
Április 21-én szombaton 8 órától földnapi munkaakciót tartanak a Topolyai tóparton, a művésztelepnél. A Topolyai Művelődési Ház, a Petőfi Sándor Cserkés csapat és az Arkusz Környezetvédő Egyesület összefogásának köszönhetően lejáratot nyitnak az épülettől a tóig, valamint rendezik az épület együttes környékét és az azt övező zöld felületeket. Az akcióhoz magánszemélyek is csatlakozhatnak. Részvételi szándékukat a 0-24-713-515-ös telefonszámon jelezzék, mert a munkaakció után a résztvevőknek ebédet biztosítanak. Április 7-én szombaton 21 órától a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ a Kodály Klubban táncházat és nótázást tart a Csalóka zenekarral. A táncházra a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Április 5-én csütörtökön 18 órától a Valami Amerika 3 című magyar vígjátékot vetítik a Topolyai moziban. Jegyek 250 dináros áron vásárolhatók a Topolyai Művelődési Ház irodájában, vagy a 0-24-713-515-ös telefonszámon. A Topolyai 3 plusz nagycsaládosok egyesülete képzőművészeti pályázatot írt ki anyák napja alkalmából. A pályázat témája az anyai melegség, melyre óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos tanulói jelentkezhetnek. Az alkotások bármilyen technikával és bármilyen méretben készülhetnek. A beküldési határidő május 1-e. A Topola kosárlabda csapata a hétvégén 72-60 arányban maradt alul idegenben a Vörbász ellen. Szombaton 19 órától a következő ellenfél az Apatini Dunáv. A mérkőzést a Csáky Lajos általános iskola sportcsarnokában játsszák. A Topolcsánka a harmadik helyen fejezte be a bajnokságot a szerb női második liga északi csoportjában. A rájátszás első fordulójában a Dunacsébi Cselárövó ellen 87-47 arányban maradtak alul. A rájátszás keretében a következő ellenfél a Karaburma. A mérkőzést április 5-én csütörtökön 19 óra 30 perctől játsszák a Csáky Lajos általános iskola sportcsarnokában. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, gyenge hidegfront hatására többfelé eső, zápor, néhol zivatar alakulhat ki. Napközben még a délnyugati szél lesz élénk, majd estétől északnyugat felől északnyugatira fordul, és megerősödik a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Pénteken kezdetben még többfelé eshet, majd napközben fokozatosan megszűnik a csapadék. Erős, helyenként viharos lesz az északias szél. Délután 11-16 fokot mérhetünk. Hétvégén sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!